Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ebben a videóban szeretnék reagálni Giant Green Sparkling Duck videójára, amelyet a YouTube-on találtam, amelynek címe gyermekverés a Bibliában, és azon kívül. Túl nagy nézettségnek nem örvend ez a videó, mégis úgy gondoltam, hogy az, amit feszegelt, a téma, amit felhozott, fontos lehet, különösen a mai világban, amelyik oly messze sodródott már az erkölcsi normáktól, amelyeket még a kereszténység felállított. Mielőtt nekivágnánk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok azt, köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Halleluja! Annak ellenére, hogy én magam nem vagyok keresztény, de hiszem, hogy a teljes élet alapja az a biblikus életforma, és még akkor is, hogyha maga a kereszténység is eltávolodott ettől, de nincsen más megoldás. Néhány gondolatot előjáróban szeretnék mindenképpen felsorakoztatni. Az első az, hogy azoknak, akik Elohimet szolgálják, vagy akik azt állítják magukról, hogy ők Istent szolgálják, azoknak nem kell bocsánatot kérniük semmiért, ami le van írva a Bibliában, ami az ő parancsolata, vagy az ő utasítása. Semmi okunk arra, hogy elnézést kérjünk, vagy bocsánatot kérjünk bármiért is, ami az ő szava. Amit ő megmondott, az úgy helyes, ahogy ő mondta, a mi feladatunk csak az, hogy álljunk meg az igazságban, és annak ellenére, hogy az egész világ ellene fordult, mi tartsuk fenn azt a világban valamilyen úton, módon. Ez a mi feladatunk itt az életben. Valaki, aki hajlandó legyen feláldozni mindent azért, hogy őt szolgálja. Nem azt mondom, hogy keressük azt, hogy mártírok legyünk, vagy üldözzenek minket, vagy kitaszítson a társadalom, de nem fogom megváltoztatni az ő szavát csak azért, hogy az alkalmazkodjon ahhoz, amit a világ állít, legyen az tudomány, politika, oktatás, vallás, teljesen mindegy. Amit az atya megmondott, amit ő megparancsolt, az úgy helyes, ahogy ő mondta. Ő nem változik meg, az, amit mondott, az örök érvényű, és mindörökre az lesz a helyes, és az igaz, és az egyetlen út az ember számára. Kitalálhatunk alternatívákat, megváltoztathatjuk a törvényeket, és alkothatunk egy új erkölcsi mércét, vagy morált és életformát. Könnyen lehet, hogy az működőképes lesz, ideig, óráig, vagy akár hosszú távon, de soha semmi nem lesz olyan jó, és olyan helyes, és olyan igaz, mint amit ő megmondott. Ez nagyon fontos megértenie mindenkinek, aki azt mondja, hogy ő hisz, és ő a Biblia szerint rendezi az életét. Amint elkezdjük azt értelmezni más módon, mint amit az egyértelműen jelent, próbáljuk azt hajlítani megfelelően annak, amit a világ elvár, igazodni ahhoz, amit az emberek mondanak. Onnantól kezdve mi eltávolodtunk attól, ami a feladatunk, az igazságtól és Elohimtől is. Ez a nehézsége ennek az életformának. Mindenki mást fog állítani. Sőt, eljutottunk oda, hogy az, ami jó, az mostra gonosz lett, az, ami világos, a sötétség lett, és a világ a feje tetejére állt. Nem csak nem kell, hanem nem is szabad alkalmazkodnunk ezekhez az emberekhez és ehhez az ideológiához. Mindegy, hogy mit mondanak. Teljesen mindegy, hogy mi az, amit a tudomány állít. Az első és legfontosabb igazság az, ami le van írva. Ha ő úgy gondolta, akkor ő úgy gondolja most, és mindegy, hogy mennyi tudós, mennyi kutatás, mennyi szervezet állítja az ellenkezőjét, attól még az nem lesz igaz. Ez pontosan az oka, hogy oly kevés igaz hitű ember maradt a világon, mert a tudomány eltántorítja a többséget, mert az emberek nem hajlandók, nem képesek ellene menni az árnak. Mert fontosabbra tartják azt, hogy mit gondolnak az emberek, mint az igazságot, vagy hogy mit gondol az atya róla, és hogyan teljesíti a küldetését a világban. Semmi újdonság nincs ebben, az ellenség mindig is kihasználta az embernek ezt a gyengeségét, és ez így volt a kezdetektől fogva, a többség mindig beadta a derekát, mert menni akart azzal, amit mond a sokaság. Ez János könyve 12-es fejezet 42-43. Mindazáltal a főemberek közül is sokan hittek ő benne, de a farizeusok miatt nem vallották be, hogy ki ne rekesztessenek a gyülekezetből, mert inkább szerették az emberek dicséretét, mintsem az Elohimnek vagy Istennek dicséretét. Ne gondolja senki, hogy az, amivel szembe találja magát, az újdonság, hisz az emberiség a kezdettől fogva
küzd ezek ellen, az erők ellen. Manapság pedig az úgynevezett tudomány segítségével szinte mindent megcáfolnak, ami le van írva az írásokban, de ez nem azt jelenti, hogy nekünk alkalmazkodnunk kell ahhoz, hogy nekünk keresnünk kell a közös nevezőt, próbálni kell úgy értelmezni, hogy az igaz legyen mind a két oldalon. Akkor kezdjünk bele. Mi a tudományos álláspont a gyerekverésről? Nincsen olyan tudományos kutatás, amely 100%-ig pontos lenne. Különösen, hogyha megnézzük a társadalomtudományt. Az elfogultság a kutatás bármely szakaszában előfordulhat, beleértve a tanulmánytervezést, az adatgyűjtést, az adatelemzést és a közzétételt is. Mivel bizonyos fokú elfogultság szinten mindig jelen van egy közzétett tanulmányban, az olvasóknak azt is figyelembe kell venniük, hogy az elfogultság hogyan befolyásolhatja a tanulmány következtetéseit. Például 1998 előtt több megfigyeléses vizsgálat kimutatta, hogy a hormonpótló kezelés csökkentette a szívbetegség kockázatát a menopauza utáni nők körében. Az újabb vizsgálatok azonban, amelyeket szigorúan a torzítás minimalizálása érdekének figyelembevételével terveztek meg, az ellenkező hatást találták, az a szívbetegség kockázatának növekedését okozta a hormonpótló kezelés. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahoo.hu weboldalainkon ez elérhető. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, technikai számunk 2594, minden egyéb adatot megtaláltok infobubble, illetve Yahoo útja weboldalainkon, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, remélem hasznosnak találtátok ezt a videót, hamarosan találkozunk, addig is minden jót és halleluja!